A második részben porok-porkeverékek azonosításával foglalkozunk. A következő kísérlet a tételsorban a 15. Egy petri csészében fehér színű szilárd anyag van, amely fehér színű szilárd anyag vagy káliumbromid, vagy nátriumkarbonát, vagy kalciumkarbonát. Sósav és desztillált víz segítségével azt kell kiderítenünk, hogy ezek közül, a felsorolt szilárd anyagok közül, melyik van a petri csészébe. Egy kémcsőbe teszek egy keveset ebből a porból, és első lépésben megpróbálom vízben feloldani. Kicsit összerázom, és megfigyelem, mi történik. Az látszik, hogy a fehér színű szilárd anyag feloldódott a vízben. Tehát akkor biztosan nem kálciumkarbonát a fehér porunk, hanem káliumbromid vagy nátriumkarbonát. Ezek után sósavat csepegtetek az oldathoz, és megnézem, mi történik. Azt várom, hogyha nátriumkarbonát, akkor gázfejlődést tapasztalható, ha viszont káliumbromidról van szó, nem várok változást. A pezsgés szépen látszik, tehát a fehér por nátriumkarbonát volt. No de, nézzük meg a másik két anyagot is. Mi történik, hogyha káliumbromidot teszek egy kémcsőbe, és mi történik akkor, hogyha a kálciumkarbonáttal dolgozom. Kálciumkarbonát és káliumbromid. Először megint csak vizet teszek hozzá. Alaposan összerázom. És azt látom, hogy nem oldódik fel a fehér színű anyag, hanem fehér szilárd anyag formájában marad az elegyben. Ugye a kálciumkarbonát esetében. Kálciumkarbonát nem oldódik vízben. Nézzük, mi történik a káliumbromiddal. Egy harmadik kémcsőbe teszek káliumbromidot. Teszek hozzá desztillált vizet. Összerázom. És az látszik, hogy a káliumbromid szépen feloldódott. Ezek után teszek hozzá egy kis sósavat, és itt nem várok változást. Nem is történik változás. Abban az esetben, hogyha rendelkezésünkre állna egy kis ezüstnitrát oldalt, akkor ezüstbromid csapadékot tudnék képezni. De ilyen nem áll rendelkezésre, így az a szilárd anyag, amely feloldódik vízben, de sósavval nem ad reakciót, az lesz a káliumbromid. A következő kísérletben, amely a tételsorban a 27-es sorszámú, három sötét színű por található sorszámozott petri csészékben. Sósav, desztillált víz, borszeszégő, ezek közül kell egyet választani, és így kell megállapítani, hogy melyik petri csészében milyen fekete színű vagy sötét színű por található. Ezek a sötét színű porok vagy grafit, vagy cink, vagy pedig rézoxid. Ki kell deríteni, hogy melyikben mi van. Én a sósavat választom, az egyes számú petri csészéből egy keveset átteszek egy kémcsőbe. Egy keveset. És utána pedig sósavat csepegtetek rá, és megfigyelem, mi történik. Sósav hatására intenzív gázfejlődés indul meg,
Ugye a három felsorolt anyag közül egyedül a cink lép reakcióba a sósavval, és hidrogéngáz keletkezik. Tehát ebben a Petri csészében a cink por volt. Nézzük, mi a helyzet a kettes számú Petri csészével. Ebből is teszek egy keveset. Kémcsőbe, és teszek hozzá sósavat. Hát itt a fekete alapon annyira nem látszik, viszont a fehéres vagy világos háttéren látszik, hogy a sötét színű rézoxidnak megváltozik a színe szép lassan, zöldessé vagy kékessé alakul. Tehát a kémiai reakció lezajlik, viszont gázfejlődés nem tapasztalható. És ugye a színből is, mert az előbb említettem, hogy réz található ebben a porban, tehát akkor ez lesz a rézoxid. Majd még a kísérlet végén ránézünk újra. Na nézzük akkor a grafitot. Ugye hiszen a három Petri csészéből már csak egy maradt, és akkor ez nagy valószínűséggel a grafit lesz. Teszek ehhez is sósavat, és itt viszont nem várok semmiféle változást. Hát a fekete háttér előtt ez megint csak nem nagyon látszik, viszont a világos alapon látszik, hogy csak elegyedik, és igazából nem is oldódik a grafit a sósavban. Tehát itt nem történik változás. Tehát akkor még egyszer. Az egyes Petri csészében a cink volt, a kettes Petri csészében a rézoxid. Meg is nézzük, hogy mi történt. Nagyon szépen megváltozott a színe, szép átlátszó zöldes oldatot kaptunk, és a hármas Petri csészében pedig a grafit volt, és látszik, hogy itt nem történt változás. A következő kísérlet a tétel sorban a 34-es számú. Egy Petri csészében kétféle fehér színű szilárd anyagból álló keverék található, és ezt a keveréket kell azonosítanunk. Rendelkezésünkre áll ezüstnitrát oldat, sósav oldat, salétromsav oldat, használhatunk kis üvegtölcsért szűrőpapírt és desszillált vizet. A porkeverékről tudjuk, hogy az egyik komponens biztosan vízben rosszul oldódó anyag. Mik lehetnek ezek az anyagok? A tétel szerint szilícium-dioxid, kálcium-karbonát, nátrium-klorid vagy kálium-nitrát. És ezek közül kettőből álló keverék. Először kémcsőbe teszek a szilárd anyagból, és megpróbálom feloldani vízben. Elég is lesz ennyi. Teszek hozzá desztillált vizet. És hát látjuk, hogy marad benne bőven szilárd anyag, de azért talán oldódik is. Egy szűrőpapírt hajtogatok a tölcsérbe. Szűrőpapír hajtogatása úgy történik, hogy a négyzet alakú lapot egyszerűen csak négy felé hajtom, hozzámérem a tölcsér oldalához, és lekerékítem a végét.
ezek után ebből is kis tölcsért formázok, és belehelyezem az üvegtölcsérbe. Az üvegtölcsért aztán egy üres kémcsőbe helyezem, és ebbe szűröm át az előbb elkészített elegyet. Igyekszem a kémcső falához érinteni a tölcsér végét, így folyamatos vízoszlopot biztosítva egy kicsit gyorsítom a szűrés folyamatát. A vízben nem oldódó anyag a szűrőpapíron marad, az oldalt pedig átkerül a kémcsőbe. Nézzük, mennyi oldatunk van. Megy azért át belőle a szilárd anyagból is, úgy látom. Nem elég sűrű ez a szűrőpapír. Úgy tűnik, hogy most már elegendő lesz az oldatunk. Átteszem egy másik üres kémcsőbe, és az oldattal fogok foglalkozni ezután. Hát mi lehet ebben az oldatban? Vagy káliumnitrát, vagy nátriumklorid. Abban az esetben, hogyha ezüst nitrátot csepegtetek az oldatomhoz, és nátriumklorid volt benne, akkor fehér színű csapadék keletkezik. Hogyha káliumnitrát volt benne, akkor nem várható változás. Nézzük, mi történik. A fehér színű csapadék keletkezése azt hiszem, hogy nagyon jól látható, tehát a vízben oldódó komponense a porkeveréknek nátriumklorid volt. Ezek után nézzük meg, hogy mi történik a szűrőpapíron maradt anyaggal. A petri csésze tetejébe teszem át a szűrőpapírt. Ennek a kis spatulának a segítségével. Hogyha kálciumkarbonát volt a vízben nem oldódó komponens, akkor a sósav hatására pezsgést tapasztalunk. Ha szilíciumdioxid, akkor nem várunk változást. Azt hiszem, hallani is lehet, és talán látja is a kamera, hogy pezseg a petri csészében lévő anyag. Tehát a vízben nem oldódó komponens kálciumkarbonát volt. A következő kísérlet a feladatsorban a 38-as számú. Két kémcsőben vas-3-klorid oldat van. Az egyik kémcsőhöz nátriumhidroxid oldatot, majd a változás után sósav oldatot kell adagolni. A másik kémcsőben lévő vas-klorid oldathoz pedig kálium-jodidot adagolunk, majd utána körülbelül 1 köbcenti benzint teszünk hozzá, és megfigyeljük a változásokat. Kezdjük akkor az első kémcsővel. Nátrium-hidroxidot adagolunk hozzá. Vöröses színű csapadék keletkezik. Mutatom a világoson is. És ugye a változás után pedig sósavat kell adagolnunk hozzá. Nézzük, mi történik sósav hatására ezzel a vörös színű csapadékkal. A csapadék szépen feloldódik. Egészen halvány sárga oldatot kapunk. Nézzük, hogy viselkedik a vas-3-klorid káliumjodiddal.
adagolok hozzá kalium-jodid oldatot. Jelentős változást nem látunk, talán egy picit sötétebb barna lett az oldat. De nézzük, mi történik benzin hozzáadásában. Már látszik is a változás, pedig még össze sem kevertem. Alaposan összerázom. És az látszik, hogy a színtelen benzines fázis milyen szép lila színűvé változott. A vas három ionok hatására, ugye a jodid ionokból jód molekulák keletkeztek, oxidáció történt, és a jód molekulák a benzines fázisba átoldódva lila színt eredményeztek, mutatom még egyszer. Tehát ugye a jód a benzinben lila színnel oldódik. A sötétebb barna színűvé pedig azért vált az oldat, mert a jód molekulák barna színűek vizes oldatban. Ebben a részben láthattuk, hogy a szilárd anyagok azonosítására is a folyadékok azonosításához hasonló kémiai reakciókat használunk az emelt szintű kémiai érettségén. Az oldódás megfigyelése után kémiai reakciókban gázfejlődés, színváltozást vizsgáltunk.